Kedves vendégeink, kedves kollégáim, tisztelt előadóink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által rendezett Műveltségkép az ezredforduló után címet viselő konferencián, amit kiváló előadók tiszteltek meg, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy ez így a mai napot valóban a tanulás és a tudomány ünnepévé fogja avatni. Tiszteletem felkérem a Tudományos Akadémia képviseletében Hunyadi professzort, hogy nyissa meg a rendezvényt. Hát, amire vállalkozom, ennél kevesebb lesz a megnyitás, szerintem dékán úr tennivalója. Én üdvözlöm a rendezvényt, szerintem ez a méltó hely. Most valóban nem, mint a pedagógiai pszichológiai kar veteránja jelentkezem itt, hanem mint a Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselője. Egészen közel jártunk ahhoz a lehetőséghez, hogy Lovász László elnök úr maga jöjjön el ide, de sajnálatos módon ebben tennivalói megakadályozták, úgyhogy az ő futószerepét én vállaltam magamra. Ő szájából igazán autentikusnak hangzott volna, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kitüntetett feladatai között három fő projektje között szerepel a szakmódszertan támogatása, ennek szentelt kiemelt figyelem és olyan pályázatok meghirdetése, ami a szakmódszertant gazdagítja. Én úgy gondolom, csatlakozva az ő gondolatmenetéhez, hogy ez a pedagógus képzés alakuló rendszerének egy kritikus pontját támogatja ez az akadémiai törekvés, és egyszerűen mint egy olyan területen jelentkezik, amely a közoktatás és felsőoktatás kapcsolódásának, egymásra hatásának egy hálás vidéke. Ugyanakkor valószínűleg az akadémia szférának az oktatás ügy irányában nyújtott segítsége, figyelme, támogatása nem merülhet ki a szakmódszertan felkarolásában, bármilyen értékes és ígéretes terület legyen is ez. Nyilvánvalóan nem politikai ambícióval, hanem szigorú tudományos nézőpontból és eszközrendszerrel, de az oktatás ügyét, mint társadalmi problémát valamilyen módon az akadémiának és a felsőoktatásnak intellektuálisan is kezelni kell. Az oktatás ügyről nem mondanám, hogy válságos, de mindenképpen kritikus állapotban van. Az átmenetek átmenete zajlik, szervezeti, működési, nevelési, kultúrai nézőpontból, ha tekintjük a fejleményeket egyaránt, és ez igényli, hogy a társadalomtudományok elemzően foglalkozzanak ezzel a helyzettel. Nyilván az átalakulásoknak ez a dinamikája, sodró jellege, kényszerítő formája, ezek kiváltanak hangulati reakciókat is, és kiváltanak feszültségeket. Ezek is lehetnek a tudományos vizsgálódás tárgyai, mint szociálpszichológus. Például ezt érdeklődéssel figyelem és tanulmányozni is próbáljuk. Ugyanakkor nyilvánvalóan a tudomány érdeklődése az oktatás változásai iránt nél szélesebb körül, ezeknek a változásoknak az alapjait és perspektíváit célszerű vizsgálni, feltárni, ezekben a tágabb összefüggésekben szemlélni. Most a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok osztálya vállalt azt a szerepet, hogy ezt az átfogóbb, tehát az oktatás rendszerét célzó vizsgálódást folytatja, hát nyilván nem megkezdi, hanem ebben a fázisban is, ebben a zaklatott világban is folytatni fogja. Ezért alakult ki az a program, amely négy rendezvényt ölelt fel. Ennek a nyitó alkalma volt a Magyar Tudományos Akadémia székházában, a Magyar Tudomány ünnepi alkalmából tartott rendezvény az oktatás kor problémáiról. Lesz két további alkalom a hónap során,
támaszkodva a debreceni és szegedi neveléstudományi doktori iskolákra, vagy ilyen típusú programokra, amely részint a felsőoktatás hozzáadott értékével, részint pedig a kutatás és kutató képzés témájával foglalkozik. És azt kell mondanom a hely szellemében, hogy ennek a programnak a szíve tulajdonképpen a központi eleme időben is centrális helyet foglal el a műveltség kép tanulmányozása, egy olyan tartalmi kérdés, amivel az akadémia egyébként korábban érdemdúsan foglalkozott, felidézhetünk komoly és lényeges időket tekintetben, most talán kevesebbet a kelleténél, tehát nagyon jelentős fejlemény az, hogy egy ülést ennek tudunk, tud a PPK szentelni, és bíznunk kell abban, hogy ezt most újra felvesszük, ezt a szállat, és folytatni lehet a későbbiekben is. Ezek a rendezvények, ez a négy, amit említettem, egy láncolat tulajdonképpen, nem csak tematikában kapcsolódik, tehát szerintem szemléletében, jellegében is, tehát mindegyik a maga módján, a maga vetületében rendszerben próbálja szemlélni az oktatást, nemzetközi és történeti perspektívában próbálja elhelyezni annak a fejleményei társadalmi beágyazottságában, és lehetőség szerint konkrétan vizsgálja ezeknek a problémáit. Azt hiszem, a itteni mai programról is elmondható ez, és nagyon bízom abban, köszöntve a rendezvényt, hogy ez az aktuális alkalom, ez egy eleme mozgató, érdekes fórum lesz, és különösen aláhúznám azt, hogy tekintsük ezt a téma újra előtérbe helyezésének, kezdjünk egy új kezdetnek ebben a témakörben, és bízunk abban, hogy lesz folytatása az egyetemek és az akadémia együttműködésében, notabene az akadémia keretében is. Ennyi a köszöntésem. Köszönjük szépen, és most megkérem, hogy a házigazda szerepében Demetrovics Zsolt dékán úr is nyissa meg a tanácskozást. Köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai Műveltségkép az ezredforduló után című konferencián, itt az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán. Nagyon örülök, hogy ez a rendezvény itt kapott helyet ebben a sorozatban, hogy a múlt héten, ahogy professzor elnök úr említette, az oktatás kor problémái címmel, ugye az akadémián volt központi rendezvény, és akkor itt folytatódik ez a sorozat, és teljesen egyetértve az előttem szólóval, tényleg azt gondoljuk, és hát maga a karnak a működése is azt mutatja, hogy az oktatás kérdését és minden ezzel kapcsolatos problematikát azt nagyon kiemelten kezelünk, nagyon fontosnak tartunk itt a karon, és nagyon örülünk, nagyon fontos az, hogy ez a tudomány ünnepe program sorozatban is egy ilyen fontos helyet nyert el ez a téma. Ugye az, hogy erről itt a PPK-n megemlékezünk, és egy ilyen programmal próbálunk jelentkezni, az pedig talán érthető, hogyha megnézzük, hogy miről is szól ez a kar többek között, mi az egyik kiemelt kérdéskör, amivel foglalkozunk, hiszen az tényleg a nevelésnek, az oktatásnak tulajdonképp minden területén átvonuló gondolkodása, a kisgyermekkortól kezdve az iskola problémáin át a felnőtt képzésig. Ezek mind olyan témák, olyan területek, ahol próbálunk azon gondolkodni közösen, hogy hogyan lehet a meglévő rendszereket jobban működtetni, hogyan lehet a közvetlen emberi kapcsolatokban az oktatás-nevelés kérdéseit jobbá tenni.
egyúttal gyakoroljuk is ezt, ugye ténylegesen ez a, amit itt teszünk, az az oktatásnak és a tudománynak egy nagyon speciális összekapcsolódása, amire oda is kell valóban minden esetben figyelnünk, hogy ez a két dolog nagyon szorosan összefügg, ugye jól oktatni nem tudunk, hogyha nincs megfelelő tudományos háttér egyrésztről, másrésztről pedig a tudomány önmagában nem sokat ér, hogyha ennek a továbbadása nem történik meg. Azt hiszem, hogy ezek azok a kérdések, vagy ez az a gondolkodás, ez az a kontextus, ami miatt kiemelten azt gondolom, hogy a PPK jó házigazdája lehet egy ilyen témájú konferenciának. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és bízom benne, hogy egy nagyon hasznos, előrevívő, jó tanácskozás lesz ez a mai, amihez sok sikert kívánok, és ezennel a konferenciát megnyitom. Köszönöm szépen!